egy exkluzív beszélgetés az éjjeli, vagy hajnali, most már hajnali koktélbárban. És még mielőtt elkezdenénk a beszélgetést, a vendégem már itt velem szemben, még nem mutatjuk meg, Gábor a telefonvonal másik végén szeretne játszani. Haló Gábor! Horváth Gábor vagyok Szolnokról. Szia Gábor, emlékszel még a kérdésre? Igen, 2 koncertje volt Ákosnak szólóban. Szóló koncertje, pontosan, nagyon jó. Ilyen egyszerű volt az egész. A nyereményed a BMG-től egy Leningrad Cowboys CD. Nem? Igen. Igen. Egy Swatch óra a Swatch-tól természetesen. Igen. És hogy stílszerűek maradjunk, egy Ákos CD élő dalok címmel. Köszönöm. Ez tulajdonképpen a hangzó anyaga annak, amit láttál. Igen, köszönöm. Én is köszönöm. Jól mondtam, Ákos? Szia. Nagyon jól mondtam, szervusz. Azzal az apró pontosítással, hogy a második koncertem volt a Budapest Sportcsarnokban. Szóval. Így is tettem fel a kérdést. Tehát... Biztos vagyok benne, te egy precíz fiú vagy. De látod, nem nézted a műsort. Dehogy nem néztem a műsort, a kérdést még jól tettem. A kérdést még jól tettem, de ő ismételte meg végül is. De jó, ez most tényleg konkrétan. A válasz helyes volt. A válasz helyes volt. Mit csináltál ma este? Azon kívül, hogy bennünket néztél. Csak az estét mondjam. Igen, ha már így visszakérdezel. Néztem ezt a remek műsort, egy kicsit hosszabb napon volt az országban, voltam Szanaszit, egy rádiós, televíziós, promóciós turnén, mert hogy jövő héten kezdődik az országjáró turné. Uh-huh. És ezt igyekeztem beharangozni a nyugati ország részen, úgyhogy kicsit nyúzottan értem haza, de aztán bekapcsoltam az adást, valami felvidultál. Egyből feldobottam. Tudtad, hogy ide jössz. Rendbe hoztam magamat, és most itt vagyok. Uh-huh. Azt mondtad, hogy egy promóciós turnén voltál, ezek szerint különböző újságíróknak, különböző rádióriportereknek nyilatkoztál. Mi az a legsablonosabb kérdés, amit felszoktak tenni, és amire már szinte utálsz válaszolni? Mit üzensz a lüli nézőknek, illetve hallgatóknak? És nem ilyenkor mit üzensz? Nem kívánt részt tőlem, de ilyenkor azt szoktam mondani, hogy azt, hogy egyrészt igyanak sok tejet, mert az nagyon egészséges, valamint olvassanak minden nap, mert az szintén nagyon egészséges. Nem mondod komolyan. De halál komolyan. Ezt szoktad mondani? Ezt tehát, hogyha megkér egy rádió téged arra, hogy konferáld föl, részben saját magad, részben az ő rádió műsorokat népszerűsítvén, ezt ugye ID-nak hívják külföldön. Azt szoktam csinálni, az ettől. Az hogy szól egy Ákos ID? Szervusztok, ti a koktélbár adását nézitek, ha nem, Ákos. Ez jó. Így, és ezt utálod? Ez a, azt utálom, amikor az a kérdés elmondjuk, hogy mit üzensz a nézőknek. Tehát most végül is... Ez nem a jó kérdés. Igen, tehát végül is, hogyha valaki ezt még egyszer felteszi, akkor ugyanezt várja. Várhatja, így áll tejet, és olvas sokat. Igen, körülbelül. Uh-huh. Te követed egyébként ezeket a általad megfogalmazott... Iszom tejet, de lényegesen kevesebbet olvasok sajnos, mint szeretnék, mert nagyon kevés időm jut rá. Mm-hmm. Úgyhogy igazából, igen, eleget teszek ennek a saját felszólításomnak. Ákos, itt a koncertet ugye legalábbis a végét közösen végignéztük. Hány ember volt ott jelen? Hát cirka ilyen 13 000. 13 000 ember elég kiállni a színpadra. Uh-huh. A másik oldalon meg, mintha egy picit ilyen emberiszonyod lenne. Hát van egy ilyen lágyüldözési mániám, igen, ez igaz. De a koncert az mindig egy kiélezett helyzet, szóval én nagyon szeretek kimenni a színpadra. De az milyen az idelőjetek érzés? Vagy? Igen, tehát egy ilyen harctéri idegesség vesz rajtad erőt, a színpad előtt 5 perccel nagyon intenzíven, már sok hetekkel a buli előtt persze, kezdődik ez, de igazából intenzíven a színpad előtti percekben lepi meg az embert, és egy hihetetlen felfogozott érzés ez. És ha kilépsz a közönség elé, akkor minden megváltozik, erre nem lehet felkészülni igazán, hiába a sok próba, hiába a rengeteg gyakorlás. Szóval az mindig valami nagyon pillanatnyi érzés, és nem tud ismerős lenni 7 év után sem. Uh-huh. Szóval nagyon izgalmas. És az a 13 000 ember neked akkor a te fejedben kicsoda, a lemezvásárlóid, a rajongóid, szereted őket, zavarnak téged? Hát ez akkor a törzs. Szóval van az én... Indián értelemben? Hát nem feltétlenül indián értelemben, de van valami szakrális jellege a koncertnek, mint olyannak. Úgy gondolom, hogy a koncert az egyfajta, bármilyen hülye hangzik, ez mise. Szóval valami, ahol az ember, ha én, akkor cerebrál azoknak, akik jelen vannak. Nem, semmilyen üzleti terminus ilyenkor nem él az ember agyában, hogy ezek lemezvásárlók, vagy koncertjegyvásárlók, vagy fogyasztók, egyáltalán nem. Hanem valami nagyon közösségi és nagyon intenzív érzés. Remélem, hogy valamennyi ebből azért látszik egy ilyen élőadásban. Hogy bár van nekem egy ilyen nagyon racionális és ilyen
üzletembereskedő oldalam is, de ez ilyenkor abszolút nem működik. Hát úgy nem lehet élni, hogy az ember egyszerre egy pillanatban minden, ami egyébként külön pillanatokban szokott lenni. Hogyha ezt a misét te celebrálod, akkor ők mit csinálnak? Ők kik ebben a szerepkörben? Ők részt vesznek, és ők működtetnek engem. Tehát, de ez rossz szó, mert az én nagyon érintett és terhelt szó az a mise, úgyhogy talán felejtsük is el. Egyszerűen csak egy pillanatra az ember egy közösségvezetőjévé válik. Ez egy közösségvezetői szerep, de hát ez megint túl nagy szó. Hát a szavakkal nem lehet kommunikálni, ez már egy régi probléma. Ez egy gitáron el tudnád magyarázni? Tehát például most egy ilyen, láttam, hogy küszködtél a gondolataiddal. Mondtad, hogy szavakkal nem lehet kifejezni. Gitáron ki tudnád fejezni? Az a baj, hogy én sokkal rosszabb gitáros vagyok, mint a B.B. King. Nevezzük meg a műfaját. Festővászon. Nem, az én palettám az a zenélés lett valamilyen furcsa tévedés folytán, vagy a véletlenek összjátéka folytán, úgyhogy valószínűleg zenébe könnyebb kifejezni. Attól is vannak ezek a gyakran nehézkesnek tűnő darabok, amiket én írok. A maga az indián tánc is egy ilyen szinte menetelős, ilyen közösségmozgató dalként íródott. Nem feltétlenül annak szántam, de már közben saját maga dalatta magát, hogy ő ilyen lesz, és aztán ilyen is lett. Lehetett látni talán, hogy mozgatta az embereket. Én azért kérdeztem ezt, mert ugye mi már egy pár szót beszélgettünk egymással, te azt is elmondhatod, hogy te inkább a szavak embere vagy, inkább költőként látod magad, viszont a zenétől nem igazán lehet ezt a két dolgot elválasztani. Na most, ezek szerint a zenének van egy olyan kifejező szerepe, a te esetedben, amely azt jelenti, hogy a szavak önmagukban nem állják meg a helyüket. A szavak önmagukban annyira mást jelentenek minden egyes embernek, mint hogy a szavak értelmezése függ attól, hogy hogyan nőttél fel, hogy mi az anyanyelved, hogy akiktől tanultad a nyelvet, azok milyen szinten használták a nyelvet. Nem akarok feltétlenül ilyen lingvisztikai vitába bonyolódni, de egy azon szó különböző embereknek, ugyanazt a nyelvet beszélő embereknek is mást jelenthet. Ezért marha nehéz velük kommunikálni. A költészet, vagy a dalszövegírás, az bármilyen furcsa hangzik, vagy talán tiszteletlenül is hangzik, inkább zsonglőrködés a szavakkal, vagy a szavak igazi jelentésének keresése, semmint a szavak igazi jelentésének a megtalálása. De elképzelhető, hogyha ezeket aztán hangjegyekkel, hogy mondjam ezt nagyon csúnyán, köríted, akkor ez valahogy uniformizálja a szavakat, legalábbis az érthetőségüket? Nem, azt hiszem máshonnan kell közelíteni a dolgot, hogy a zene a sokkal univerzálisabb nyelv, mint a szó. És érzéseket kifejezni, vagy érzéseket kelteni, talán ez itt a fontosabb, azt egyértelműbben lehet zenével. Tehát mondjuk félelmet, feszültséget, vagy éppen oldódást, ellágyulást kifejezni zenében egyszerűbb, mert hasonló harmóniák hatnak hasonlóan emberekre. Nem tudom, jól érvelek? Szerinted érthető, amit mondok? És lehet, hogy ugyanaz az szó viszont több különbözőt jelent neked, meg nekem. Igen, azt hiszem, hogy én ugyanezt értettem a kérdésemmel egyébként. Valahol találkoztunk. Látod, hogy jobb lenne egy hangszerrel a kezünkben, lehet, hogy jobban értenénk. Ezeket, amiket az előbb felsoroltál, szorongás, oldódás, a színpadon, a stúdión, a hangszered félretéve, hol tudod még kifejezni? Kinek tudod elmondani, kire tudod rábízni? Hát igazából én egy nagyon magamnak való ember vagyok, annak ellenére, hogy a saját rútszavammal élve ilyen közösségvezető vagyok bizonyos pillanatokban. Úgyhogy elég nehéz dolgom van, elég magamra utaltnak érzem magamat. Szeretem ugyan a nehéz dolgokat. Magadra utalva érzed magadat? Tehát ez egy kicsit azt is feltételezi, hogy nincs olyan, aki alád nyúlna, hogyha éppen szükséged lenne rá. De van társam, tehát van egy nő az életemben, aki nagyon jól visel engem, immáron több mint 7 éve, és hozzá sok bánatommal rohangálhatok, de ő pont az a fajta ember, aki akkor veszi észre, hogy fáradt vagyok, amikor én magam nem. És amikor én nagyon sajnálom magamat, hogy milyen fáradt vagyok, akkor egy kicsit így felrász, hogy talán mégse kéne nyavajogni, és ez így van rendjén. És hát vannak barátaim, és ha nem is nagy számú baráti köröm van, és meglehetősen bizalmatlan is lettem az utolsó időben, mert hogy az ember, hogyha szerepel a tévében, rádióban,
ha a féle popstar lesz belőle, akkor megnőne automatikusan a baráti köre, úgyhogy én ennek elébe mentem, és nagyon megválogatom azt, hogy kinek hiszem el, hogy a barátom akar lenni. Én azt hiszem, hogy találtunk egy olyan embert, akinek elhiszed, hogy a barátod. Nézzük meg. Magam is kíváncsi vagyok erre. Rákos rendkívül impulzív alkat. Ha a medvét hozom fel hasonlatnak, amelyik hosszú időre bevonul egy barlangban élem, a hiedelmeim szerint, akkor ő egy olyan medve, aki minden másodpercben bevonjuk a barlangot, a másodperceket váltja azt, amit egy normális, hagyományos, tappantyos medve fél évente. Másodpercenként más és más arcot képes mutatni, rendkívül fegyelmezett ember, rendkívül konkrét, hihetetlenül racionális, individualista, exhibicionista, minden isteni és istendelen dologgal megvan áldva, ami csak létezik, és ami az egyik legfontosabb és legértékelhetőbb tulajdonsága, hogy őszinte. Rendkívül felfűtött izgalmi állapotban van állandóan. És ennek az ellentéte. Hát, ha valakinek szerencséje van, és kifog egy ilyen nyugodtabb napot az Ákos életében, akkor a szóljon nekem, és én boldogan oda rohanok, hogy ezt is megérjem. Amikor gitározni tanítottam például, akkor én nagyon komolyan vettem, hogy ő ezt elkezdte az ő életében, és nagyon büszke voltam saját magamra, hogy ő hozzám fordult. De hát, mint aféle hiú ember állatnak, hihetetlenül természetes is volt, kihez másra fordult volna, de nem hozzá. És akkor, ahogy kell, annak skolasztikus módja szerint elkezdtem vele foglalkozni, és az első órán fölborított mindent, és átvette az ő irányítást, illetve, hogy mondják, az ő szempontjai szerint kezdtünk el gitározni, tanulni. És te tudtál alkalmazkodni el? Nem. De aztán abban is hagytuk a gitározást. Talán egy évig a folyt ez. Mi nagyon hétköznapi barátok vagyunk. Teljesen. Jövünk, megyünk. Időnként munka és egyéb dolgok úgy indokolják. Távolabb vagyunk egymástól. Nagyon megróljuk a másikat, emiatt később. Teljesen hétköznapi barátság. Nem tudok ennél hétköznapibbat mondani. És nagyon fontos barátság. Időnként összeölelkezve megyünk az utcán, észre vétlenül is, vagy kar-karban öltve. Hát ez bizonyos félreértésekre ad alkalmat. De hát ez egy nagyon komoly félreértés kell, hogy legyen, mert egyetemes és örök elkötelezettjei vagyunk a női nemnek, és rendkívüli módon tiszteljük és csodáljuk ezt a másságot, rajongunk érte, és mindent elkövettünk, hogy ezt birtokoljuk. Hát ennyi. A legjobb barátod, ez egy zseniális hapsik. Te szeretnéd kommentálni, vagy kérdezzek? Én bármit kérdeztem. Benne vagyok, hogy kommentáld egyből. Annyira ismerem a szavait, komolyan mondom, az egész hapsi mindig ezekben a hömpölygő körmondatokban beszél, és közben halálosan törekszik a pontosságra, és minden benne van, amit szeretne mondani, de csak akkor tudod kimazsolázni belőle, hogyha tényleg koncentrálsz, hogy hol kezdődött a mondat, és hol van a vége. Zseniális fazon. De akkor nagyon sok időt kell, hogy eltöltsetek egymással, hogyha egy témát meg akartok beszélni. Már sok körmondat miatt igen. Is. Igen. Rengeteget szoktunk dumálni. Az egyetlen ember talán, akire hallgatok. Ezt komolyan mondod? Tehát ő az, és akkor ezzel nem sérted meg élettársadat például? Hát ő szerintem... Lassan megszoktam már ezt a helyzetet, hogy én senkire sem hallgatom. Ha valakire, akkor az a bíró, mondjuk el, B. Bíró Zoltánról van szó. B. Bíró Zoltán, igen. Aki az első szóló lemezemre egy dalt is írt. Ez egy hihetetlen pacák. Egészen érdekes a mi barátságunk története is, mert egyszer csináltam egy riportot még a Bonanza Banzai zenekar létezése idején, aztán éppen a második lemezünknél tartottunk, tehát a történet relatíve az elején. Hadd tegyem hozzá, hogy ő is zenész, és műfaját tekintve elég távol áll abban az a banzai műfajától. Én latin muzsikus, kifejezetten afro-latin zenével foglalkozik, a latin kombó vezetőjeként most már súlyos évtizedek óta mérje a csapásokat a hazai klub életre.
mint klubmuzsikus. És így találkoztunk egy ilyen riportszituációban, ő éppen újságot írt, mert hát természetesen ő is ilyen multifunkcionális zenész. És akkor olyanokat kérdezett ebbe a maga sajátos, itt kiválóan illusztrált stílusában, hogy én nagyon eltettem magamnak ezt a pasit, hogy ezzel én egyszer majd én nagyon akarok beszélgetni, meg ez egy baromi jó gitáros. És hosszú évek múlva, nem tudom, aztán 3 vagy 4 év telt el, és egyszer csak nekem ez bekattant, hogy most már rendesen meg akarok tanulni gitározni. Itt jelzem ez zárójában, hogy ez máig nem sikerült. Hát és nem is nagyon hagytad magad oktatni ezek szerint, ahogy Zoli elmondta. Hát igen, mert már az első órán, amikor találkoztunk, az órán, nevezzük órának, az első ilyen leckét, amit igyekeztem venni tőle, már azon ilyen rendkívül fontos témákról beszélgettünk, mint például a különböző női mellformák, valamint a nagyon fontos olvasnivalók, költészet, filmek. Úgy 2 perc múlva az élet felé robogtunk 220 000 km/h sebességgel, és a gitárok ugyan ott voltak az örömbe, de nem ez volt a fontos. És te elfogadnád egyébként egy baráttól, egy ilyen közeli baráttól azt, hogy egy ilyen oktatási tanár tanuló viszony alakuljon ki, vagy ez pont a barátság miatt nem tudna működni? De el tudom fogadni. Az egy más kérdés, hogy a barátság túl mélyre kezdett menni ahhoz. Uh-huh. Tehát túlságosan kiderült, hogy egy csomó dologról nagyon egyformán, néhány dologról meg nagyon különbözően gondolkodunk, és hát valószínűleg így ez a barátság alapja, hogy mindig tudjuk stimulálni egymást azzal, hogy frappírozni egy helyzetet az, hogy nagyjából egy irányba gondolkodunk, és akkor kiderül, hogy egy sarkalatos kérdés, pedig szöges ellentétben valami. Te milyen vagy egy ilyen vita helyzetben, amikor... Ordibálok. Én egy szenvedélyes ember, amikor ordibálok, csapkodok. De hát ő egy szerény, csendes ember, Zoli. Hát például ebben is ellentétek vagyunk. Na de hát akkor mindig győzöl. Nem feltétlenül. Szeretek ugyan győzni, de vele szemben nem törekszem győzelemre. Úgy kölcsönösen ellátjuk egymás baját ilyen viták során. Vele élvezett vitatkozni, annál is inkább, mert amikor leszíd, vagy korhol, akkor is ezt a maga nagyon nyugodt és egyértelmű módján teszi, tehát nincs benne semmi bántó. Az ő csendes halk stílusában is te, mint egy ilyen dühöngő medve, hogy ő is említette ezt az állatfajtát. Uh-huh. Kontrázol rá. Érdekes egyébként, hogy nagyon nagy szeretettel beszélt róla, ezt gondolom te is levetted ebből az összerántott riportocskából, és érdekesen jellemzett téged. Például azt mondta, hogy fegyelmezett vagy, racionális, exhibicionista, individuális, és őszinte. Az őszinte szó volt számomra az egyetlen emocionális jelző, amit kaptál tőle. Hát lehet, hogy igyekezett nagyon racionális lenni, nem tudom, de mindig az, amit mondott, szóval... Persze, mert annyira elfogult vagyok, hogy ha nem lenne igaz, akkor azt mondanám, hogy igaz, persze, de... Hát ami nagy vitáink egyike az, hogy szabad-e illúziókat kelteni magunkban és másokban, vagy nem. És te melyik oldalon vagy? Azt, hogy nem. Ő pedig az ellenkező. Igen, ő egy nagy illúzionista. Ő saját magát is illúzionálja, és élete szereplőit is, mert úgy gondolja, hogy az emberek hiúságát bizonyos tekintetben ki kell szolgálni azzal, hogy a kedvükre teszel, vagy a kedvükre mondasz bármit, vagy a kedvükre beszélsz. Én meg azt hiszem, hogy ennél sokkal darabosabb és darabosabb ember vagyok, akkor a medve bizonyára ebből a szempontból is jó hasonlat. Gyakran ajtóstól rontok a házba. És a diplomácia az nem az én területem, az egész biztos. Erről majd szó lesz egy picit később. Én pedig pont fordítva tippeltem volna, megmondom őszintén, hiszen mindketten zenéltek, de te élvezed az úgynevezett, általad nem szeretett szóval élve a popstar státuszt, és ő az, aki kisebb klubokban játszik egy sokkal naturálisabb zenét, tehát én pont fordítva gondolnám, hogy te vagy a nagy illúziókeltő, és ezáltal érsz el nagyobb tömegeket, ő pedig kevésbé. Maga ez a pop, a jobb szót nem tudok rá, iparággá lett, és ennek az iparágnak a kulcsszava az illúzió. Tehát akkor ennek te nagy művelője vagy. Kellene, hogy legyek. De hogyha belenézel abban, amit írok, vagy végignézed ezt a koncertet, vagy eljössz esetleg egyszer egy koncertre, akkor látod, hogy legalább én elhiszem magamnak abban a pillanatban azt, amit mondok, és ez a kulcsa annak, hogy mások higgyenek nekem. Én nem igyekszem illúziót kelteni senkiben,
Én abban a pillanatban, amikor hatást igyekszem elérni, akkor én az vagyok, aminek hiszem magamat. De azok a külsőségek, amelyekkel operáltok egy ilyen koncerten, azok nem végül is az illúzió keltés szolgálják? Hát ilyen szempontból Shakespeare színháza is az illúzió keltés színháza, és hát ilyen területen szívesen vállalok közönséget bármilyen színpadi produkcióval, pláne bizonyos Vilmos Shakespeare-i magasságukban, de hát ha ez az illúziókeltés, akkor persze van. Nem, én csak azt mondtam, hogy része is, nem kötözködni akartam, csak nem, úgy eszembe jutott. Nem, azt hiszem, hogy mást, egy pillanatra mást értettünk ugyanazon a szón, és akkor visszacsatoltunk a beszélgetésünk elejére, hogy az illúziót én most mondhatnék magamról bármi mást, mint amit gondolok, hogy mint tenni, szebbnek, meg okosabbnak, meg nek látszódjak, mert ezt most sokan nézik, és akkor én arra is gondolhatnék közben, hogy akkor jövő héten hányan veszik meg attól a lemezemet, mert szebbnek és okosabbnak látszódom. De nem gondolok erre, mert ez biztos vannak olyan pillanatok egy napban, amikor ez engem érdekel, de most hál' Istennek nem ez a pillanat, és a nap 99%-ában nem ezzel foglalkozom, hanem nekem is jól esett mindezt megnézni a barátomtól, és egyáltalán nagyon örülök, hogy rátaláltatok, mert ez egy jó meglepetés volt számomra tényleg. Reméljük, hogy tudunk még okozni egy-két meglepetést. Beszéltél a popról, mint iparágról. Az iparágon belül te tudtál barátságot kötni valaha? Vagy azt nagyon elkülönítetted? Hát a nagy klasszikusok mondják, hogy az üzlet és a barátság nagyon ritkán fér meg egymással, vagy egyáltalán nem fér meg egymással. Úgy hirtelen nagyon nehéz lenne olyan embert mondanom, akivel kifejezetten azért vagyok baráti viszonyban, nem tudom, mert szakmai jellegű érdeket. Nem azért, de végül is nem azért, mert érdeket fűződik hozzá, de végül is van a szakmában barátod. Van a szakmában barátod. Aha. Kíváncsi vagyok, hogy következő alanyunk, akit megszólaltatunk, baráti státuszt élvez, vagy csak. Hú, hát ez most nehéz. Ki az árul be? Én szerintem játsszuk be, és utána megbeszéljük, okay. Jó? Nézzük meg. Éppen az első nagy Budapest porcsanati koncertünk után, nem árulok el, azt hiszem titkolt, hiszen ez így történt. Úgy beszéltünk, hogy szinte olyan fantasztikus, olyan különleges szó ez, hogy olyan kiszaladt belőlünk még a vér, és tényleg olyan mérhetetlen nyugalom töltött el az ember, miközben borzasztó nagy öröm és borzasztó nagy hála, hogy ez így sikerülhetett. De közben ez volt, és akkor így beszélgettünk, hogy akkor mi lesz holnap? Nagy alvás, én ezt mondom, hát igen, én a magam részéről nagyon fogok aludni, de este az első utam a templomba fog vezetni. És úgy azt mondom, elmegyek veled én is. És tényleg eljött velem. És sokszor eljött velem. Többször eljött velem. És fontos volt az is, hogy megismerje azt az egész légkört és milliót és minden, hogy hogyan is eredeztetik ez a dolog, vagy pontosabban, hogy él ennek az egésznek a kultusza, bármennyire is profánul hangzik ez a szó most itt, de fontos volt, hogy megismerje. Megismerte, leszűrte magának a megfelelő dolgokat belőle, én azt hiszem, hogy ő ezt nagyon jól, és hogy mondjam, küzdelmesen, de továbbra is változatlanul dolgozza föl magában. Inget valami olyan különleges, ha úgy tetszik, akár transzcendens kapcsolatok is összekötnek, amelyeket kívülálló nem is igen tud, de én ezt most nagy örömmel elmondom, hiszen egy lezárt korszakban történt, de olyan, ami mindenki számára tanulságos lehet, és én azt hiszem, hogy jó, nem baj, ha tudja. Történt mindjárt az első évben, ez volt még a Bonanza idejében, és ahogy meséltem neked, szerettem volna sok dolgot megvalósítani. Így elég erős hatással voltam azért a csapatra, hogy mi legyen, mit szeretnék, én magam is, persze ezt mindig megbeszéltük. Na, egy ilyen dolog volt, hogy akkor elképzeltem, és illetve szerettem volna, hogy szülessen egy nagyon szép karácsonyi galunk. Akkora szerettem volna kihozni egy ilyen, akkor nem kis lemezletet kihozni, de mindesetre a rádióba, tévébe játszatni. És valami olyat, mert mindig ilyen bugyúta dolgok, ilyen kis tingli-tanglik jelentek meg karácsonyon, valami sokkal komolyabbat, valami sokkal mélyebb értelmű dolgot, és olyat, ami mindenki számára elfogadható, még annak a számára is, aki nem úgy értelmezi a karácsonyt, mint ahogy egy hívő vagy egy keresztény ember, de mégis benne legyen a számára az a bizonyos üzenet, amit a karácsony valójában hordoz. De a szavakat megfogalmaztam. Ez az egyetlen különleges dal, ahol, és ezt Ákos is tudja, ő így
és elfogadta, sőt, nagyon tetszett neki nyilván, hiszen ezért fogalmazta meg ezekkel a szavakkal, ez a Megváltó című dal volt. Sokáig nem történt semmi, úgy nem igazán akarod megírni ezt a dalt, mert hát... Történt aztán egy dolog, elindult az első nagy turnénk, és én azóta a turné alatt nagyon megbetegedtem. Lehet, hogy a sok stressz, a sok izgalom, nem tudom mi, mindegy, kórházba kerültem, rettentő beteg voltam. Szóval az kis hián, akkor átmentem a túlsó partra, ez sajnos így volt, a turné leállt, a csapata se tudta mit csináljon, de aztán már egy picit, ahogy magamhoz kértem, mondom, gyerekek, hát dolgozni kell tovább, és akkor minden nap jöttek és jártak be hozzám, és akkor onnan a kórházi ágyról intendáltam, hogy mit kell csinálni, hogy hogy tudjon menni a turné nélkülem is. Úgyhogy aztán ment tovább a turné, de hát azért én nagyon vacakul voltam, és ezt így éreztem, láttam rajtuk abban a szeretetet, hogy mindig jöttek hozzám, minden percet felhasználtak, hogy eljönnek hozzám, éreztem, hogy tényleg őszinte szeretete vannak irántam. És ennek a legszebb megnyilvánása az volt, amikor egyik nap beállítom ott, és hozzá egy kazettát, egy kis Walkman-t, és oda adja nekem az Ákos, azt mondja, ezt hallgass meg. És fölöttem a fülembe, és hallgattam, és a Megváltó volt. Megcsinálta az én kedvemért azt a dalt. Megírta. Azt hiszem, hogy abban igazi, igazi, tiszta szeretet volt. Azért lett ez ilyen szép ez a dal. El kell mondjam, hogy soha ennyit nem játszotta. Zenekar. Egyetlen dalát sem érte. Hát még mielőtt bemegyünk a tematikájába, annak a tematikájába, amit hallottunk, végül is most el tudod dönteni, mert én haboztam a felkonferálás elején, hogy ez barátság, ez összetud-e szövődni. Ez nem szakmai barátság, amilyen. Az, hogy mi együtt dolgoztunk, az komolyan mondom, majdnem mellékes. Nagyon fontos dolog, de a barátságunk szempontjából most kicsit végig gondolom, hát félig meddig mellékes, mert valahol a munka hozott bennünket össze, de egyszerűbb, ha annyit mondok csak, hogy én nem ülnék itt, hogyha Tibor nincs. És ez nagyon patetikus mondatnak hangzik, de én egyszerűen nem akartam popzenével foglalkozni. Én játékból, hobbiból beadtunk a muzsikus barátommal egy Csillagszületik című versenyre kazettát. De ez vicc volt, ez egy tréfa volt. Ez pont olyan a középiskolai éveink egy ilyen meghosszabbítása volt az én első egyetemi évemben a katonaság után, amikor ezt a tréfás élethez való relatíve, kreatív hozzáállást akartuk szimbolizálni, hogy nem egyszerűen, így, mi játszunk a szavakkal, játszunk a hangszerekkel, bár igazán bánni nem tudunk velük. És akkor unalomig ismert a történet, bennünket ez a verseny, ami a Tibor agyszüleménye fedezett fel, itt tűnt fel a vonalzagonzáj, de én ezt rögtön láttam, mert a televízió meg a rádió is kivonult teljes arzenállal, és számtalan ilyen önjelölt művész és hiú exhibicionista őrült, akiből ez az úgynevezett szakma áll, ott tett-vett, rohangáltak hangszerekkel, kamerákkal, hát a teljes oda káosz, amit te magad is kiválóan ismersz. És én akkor így ezt így néztem, én egy normális, közép, vagy inkább kispolgári családból származom, és ez káosz. És engem úgy neveltek, hogy én ezt ne szeressem, nem is szerettem. Csak elhatároztam, hogy én szépen majd járok az egyetemre, írogatom a verseimet, biztos lesz zenekarom is, meg írok novellákat, meg egyébben is akarok foglalkozni, de hát ez nekem erre nincs szükségem. És akkor ez abba is maradt ez a dolog, de az én egy ilyen hiú állat vagyok én. És akkor a Tibor egyszer teljesen véletlenül találkoztam az utcán, ahol közlekedett velem szemben egy ilyen fűzöld Jackie-be, szereti ezeket az extra agás öltözeteket, és akkor mondta, szevasz, hát veled mi van? Hát mondom, hogy járok egyetemben, nem érdekel az egész, és az zenekar, de van zenekar, de nem érdekes. És akkor elkezdte a bogarat ültetni a fülembe, tehát tehetséges vagy, neked ezt csinálni kell, színpadon a helyet. Mondta, na, engem nem érdekel. Szerinted, bocsáss, de az egész hazáig dolgozott az agyban, hogy tehetséges vagy, nekem színpadon a helyet. Aha. Szerinted ő milyen indítatásból mondta? Akkor az üzletet látta benne? Nem, dehogyis, abszolút nem. Ha nem. A Tibor egy valami érzékeny ember, számtalan zenekar, magyar zenekar mondhatná el, ha ez divat volna elmondani, hogy ő segített nekik a kezdetek kezdetén elindulni, vagy leneszerződéshez jutni, vagy különböző fellépésekhez jutni. Ő egy rendkívül érzékeny pasi, és öntelten azt mondhatnám, hogy érzékeny a tehetségre. És ő meglátta bennem azt, amit én magam sem akartam látni, vagy másképp akartam volna hasznosítani,
és valószínűleg egyáltalán nem foglalkoztam volna popzenével tovább, vagy legalábbis ilyen komercionálisan is sikeres módon, hogyha vele nem találkozom. És a mi barátságunk az egy rendkívül viharos barátság, mert mi általában ennek a zenekarnak, a Bonanza Banzának mi voltunk a két kreatív elméje. Azon kívül, hogy a másik két fiú írta a zenét, és ők voltak a felelősek a hangszerelésért, és egyáltalán a szintetizátor varázslásokért. De az, hogy a zenekar neve, a jel, ez a ennek a szinte mítikus ügynek a kialakulása, az kettőnk vad csatáihoz van a legtöbb köze, úgy gondolom. Hát mi üvöltözés, ordibálás szintjén tudtunk egymással vitatkozni. Egy körülbelül olyan formátum úgy jön, hogy a borítón az egyik bizgere a hátsó részen fekete-fehérben legyen, vagy kék-pirosban, most csak mondta egy hülye példát. De szóval az örök haragig, ami általában egy három napig tartott, ilyen nagy küzdelmeink voltak, ilyen egók csatája volt örökké, és ebből rendkívül jó dolgok születtek. Tehát jó volt a Tiborban egy erős személyiséget kontrollként magam mellett tudni, aki mindig át kellett küzdeni valamilyen döntést, vagy valamilyen ötletet ahhoz, hogy megvalósulhasson. Szóval ő egy nagyon komoly tanítómester volt. Pont ezt akartam kérdezni, hogy tanítómester volt-e neked abban, amit végül is később folytattál, az önmenedzselést, illetve hogy te, aki tényleg nagyon szereted mindenre úgy rátenni a kezed, és mindent a te kontrollod alatt tartani, te hogy viselted el egyáltalán azt, hogy van egy menedzsered? Nehezen. De én szeretem a nehéz dolgokat, ez engem egy pillanatig nem tántorít el, ha valami nehéz, sőt, a nehéz érdekel sokkal jobban. És én rengeteget tanultam technikai értelemben is tőle, erről megint úgy hívjuk, hogy szakma, mert ez egy ilyen közkeletű szó, nem tartom szakmának egyébként. Hogy rendkívül sok ismertségre tettem szert rajta keresztül, és egy csomó szakmai fogást ellestem tőle. És még valamit, hogy a Tibor egy nagyon önérzetes ember. És nagyon komolyan tud harcolni a jogaiért, vagy amit saját magának, vagy a zenekarának, mert minket a saját zenekarának tekintett teljes joga, jogosnak tart. És azt, hogy ne legyincsél, hogyha átnéznek rajtad, vagy jogtalanul bánnak veled, vagy igazságtalanul bánnak veled, hanem igenis álljál ki és harcoljál. Én amúgy is egy harcos alkat vagyok, úgy nagyon nem kellett engem erre késztetni, de azért ez jó volt látni tőle. De most inkább azt mondom, hogy barátok vagyunk, ilyen állandó telefonkapcsolatban vagyunk a szakmai, vagy már megint ezt a szót használtam. Jó, tegyük is félre a szakmát. Érdekes dolog volt, amit szintén ő említett. És azt hiszem, hogy itt egy picit tovább is tudunk lépni. Az első, nem tudom, hogy az első volt-e életedben, valószínűleg nem, az első látogatásod a templomban vele közösen. És akkor egy érdekes dolgot mondott, hogy ebből te levontad a magad következtetéseit, és elraktároztad. Ma hol tart ez a dolog? Hát én akkor voltam egy párszor vele az Istenházának nevezett intézményben, és én senkire nem akarom ráerőltetni a véleményemet, és nem kívánok tiszteletlen se lenni. De én úgy vettem észre, hogy az Isten nem ilyen házokban lakik. Mindazonáltal én tiszteletben tartom az összes vallás, összes rendszerét. De úgy gondolom, hogy az Isten, vagy számomra jobban értelmezhető szóval a Teremtő és az ember, tehát a teremtmény viszonya, az rendkívül közvetlen. Nincs szükség közvetítőkre. Maga a teremtés mozzanata a legszemélyesebb mozzanat, ami létezik. Ahogy én ismerlek, te nem csak ezt a vallást tanulmányoztat, hanem nyilvánvalóan más vallásokat is, melyeket összehasonlítottál egymással. Igen, de ez nem jellemző, hogy én tematikusan, vagy ilyen logisztikai szempontból megvizsgáltam volna a különböző istenhiteket, hanem én észrevettem azt, lehet, hogy rosszul, de lehet, hogy jól, hogy az én életemben egy csomó olyan erő is működik, ami nem magyarázható különböző fizikai jelenségekkel, nem magyarázható bármilyen racionális rendszer leírással. Én úgy gondolom, hogy van teremtő, és úgy gondolom, hogy teremtmény vagyok. De nem feltételezem azt, hogy bármelyik egyház kisajátíthatná magának ezt a teremtőt. És ezek szerint a te hited, hogy benne te hiszel, nevezhetjük ezt vallásnak? Nem. Akkor ez a hit, amiben te hiszel, ez a teljesen a saját tapasztalataid és saját törvényeid szerint épül fel? Hát mondjuk inkább úgy, hogy az általam megfigyelt valami rendszer
re nagyjából igaznak tűnik az, amiben én hiszek. Azért nem nevezhetjük vallásnak, mert úgy gondolom, hogy a vallás meg a hit az a skála két szélső pontja, vagy legalábbis egymással szemben helyezkednek el. A hit az egyetemesnek tűnik, pont ezt a közvetlen teremtő-teremtmény viszonyt jelzi. A vallás pedig ennek az intézményesítése, a vasárnapiasítása, és a vallás az a rendszer, amihez el kell fogadni egy csomó mindent még, azon kívül, hogy teremtmény vagy. Ez az igazság, beszélünk egy ilyen alapigazságról, ez változhat majd a későbbiek folyamán egy bizonyos élettapasztalat? Igen, hiszem. Amit te igaznak hiszel, ez változhat-e, vagy ez most már úgymond a norma neked? Biztos, hogy változhat, mert én magam is változom, de egy valamit nehezen tudok elképzelni, hogy szóval én nekem még nagyon sok tanulnivalom van, biztos, hogy nagyon sok mindent kell még éljek, 28 évben ugyan sűrítettem ezt-azt, de hát nyilván van, egy csomó tapasztalat vár még rám. Egyet azonban nehezen tudok elképzelni, hogy olyasmi történjen velem, amit nem tudok ebbe a rendszerbe, amiben hiszek, beilleszteni. Tehát, hogy én egyik pillanatról a másikra, vagy akár folyamatos átalakulás után tökéletesen másképp gondolkoznék a világ egészének rendszeréről, mint ahogy most gondolkodom. Mm. Jó. Itt ezt a témát szerintem most fejezzük is be. Most egy olyan videó bejátszás, amitől rögtön kizökkenek, ugye? Amitől amúgy is kizökkensz, mert kronológiára az, hogy visszadob egy picit, de mégis valahol érdekes dolgok derülnek ki rólad. Bizonyos értelemben alá is támasztja azt, amit mondtál, a konfliktus megoldó, megoldó képességeddel kapcsolatban. Nézzük meg! Hajrá! Nagyon sok képet őrzök az Ákosról, és úgy még mulattam is azon, hogy egyetlen képben sincs az Ákos takarásban a többiekkel, tehát mindig az osztálytársaival jelenik meg, valahogy egy csoportosan, vagy kisebb csoportban, de mindig ráirányul a figyelem, és ebből az legérdekesebb talán az, ami a mostani interjút is talán indokoltá tette, hogy egy ilyen színházteremben, a színpadon egy csomó gyerek, a nézőtéren a másik fele az osztálynak szintén egy csomó gyerek, és mindenki egy embert néz, aki a színpad előtt áll, és jól láthatóan a rendező szerepét tölti be, ez volt az Ákos. És én akkor úgy kinéztem őt magamnak olyan értelemben, hogy színpad kell a lába alá. Aztán milyen irányú lesz, az ezt nem gondoltam, mert akkor még nem ismertem ezeket a zenei ambícióit igazán. De más helyzetekben is azt hiszem, hogy teljesen jelen tudott lenni minden szituációban. Tehát nekem a legrokon szembesebb az Ákosban mindenképpen ez volt, hogy konfliktusok kapcsán is nagyon nyíltan konfrontálódott. Nem tartozott azok közé, akiknek gondolkodni kellett azon, hogy milyen viszonyban van az ember. Szóval a rokon szemvét, vagy az átmeneti ellenszenveit is nagyon elfogadhatóan ki tudta fejezni. Emlékszem egyszer az első órán, egyikén, valahol én ottan bolyongtam a padok között, hogy mindenki többé-kevésbé megszokásból figyeli azt, amit a tanár mond, egyetlen ember az ablak mellett ül, és jól láthatóan előre néz, hát ez volt az Ákos, akkor rögtön kinéztem, hogy azért ez egy kemény fiú lesz. A határozott elemez, hogy közöttünk is volt valami fajta rendezetlen ügy, és akkor az Ákos szeme úgy villogott, hogy azt mondtam, hogy itt egy nyitott ablak lenne akkor, de az Ákos kulturált volt minden esetben, és mindig volt kulturált. Én nem emlékszem, hogy meg kellett védeni, de a többi tanára azt kedvelték és szerették az Ákos feltételezni, hiszen mindenki. Tehát nem tartozott a szelíd gyerekek közé, és mégis nagyon kedvelték. Én az Ákos például biztos vagyok benne, hogy még el tudom képzelni színpadon más funkcióval is. Hát úgy gondolom, hogy nem hagyományos színpadi formákra gondolom, tehát nem a Nemzetiben egy kosztümös darabban, de valami happening jellegűben. Azért, ami szól valamiről, szóval ami megint csak oda vonza az embereket. Én elképzelhetőnek tartom, azért a színházi törekvések között mint oly sok minden van, illetve most talán éppen nincsen, de gondolom, hogy majd egy idő után újra fontosak lesznek ezek, és biztos vagyok benne, hogy az Ákos jelen lesz. Nem tudom miért, de úgy gondolom, hogy egyrészt ezt a színpadi zene sem folytatható, talán 40 éves kor, szóval van egy határ, amíg valószínű, hogy tartaléka is vannak. Én nem tudom képzelni, hogy később más formákban is, vagy akár rendezésként. Én őben mindenképpen akkor egy nagyon jó rendezői vénát véltem fölfedezni, aki hihetetlenül tud koncentrálni az egész folyamatra és a részletekre. Annyira jó! Na hájjal kenegetlének! Meg hogy mondjam, hogy ővel, a tanárnővel is többet beszélgettünk, és én ez nagyon... Ez zseniális, hogy találtatok rá!
nagyon-nagyon örültem volna, ha nekem is sok ilyen tanárom lett volna, nagyon jó pedagógia felfogása volt. Ami érdekes volt most a bejátszás alatt, ott azt hiszem, hogy a hangodat nem lehetett hallani, a reakcióidat, amikor a tanárnő, azért mondom a tanárnő, mert ő mondta, hogy ne Éva nézzem. Tanárnő. Tanárnő azt mondta, hogy téged nem igazán egy kosztümös darabban a Nemzetiben tudna elképzelni, hanem valami másban, és hevesen tiltakoztál. De miért nem? Miért nem? Miért volna kedved? Hát persze. Persze, hogy volna kedvem. Valamit hadd mondjak el. Nyugodtan. Saját magamnak tartozom ezzel, annyira szeretném elmondani. A Bötőket nem tőle tanultam, de olvasni igen. Szóval én tudom azt, hogy hát ő nem számolt be arról, hogy nekünk milyen konfliktusaink voltak. Hát az... Szóval ez hihetetlen volt. Ez egy, én lázadó kamaszként valamilyen oknál fogva nem otthon lázadtam, ahol nagyon jól éreztem magamat, és a szüleimmel kifejezetten felhőtlen volt a viszonyom, hanem az iskolában. Nem tudom miért. De lehet, hogy rosszul emlékszem, de valamiatt ez nagyon élénken él bennem. És ő rengeteg mindent tudott akkor az életről, ez most nagyon hangzik, de hát mi kamaszok voltunk, és elhittük magunknak, hogy mi is nagyon sokat tudunk. És ő hajlandó volt belemenni egy olyan csatába velünk, hogy hagyta, hogy mi azt higgyük, hogy mi most egy szinten fogunk vitatkozni. De mi, és most igyekszem azért többes számba beszélni, nem csak magamról, tehát én mint hazosztály lennék, hogy úgy próbáltunk vele küzdeni, mint akik egyenlő hosszúságú karddal küzdenek egy páston, amelyik nem lejt egyik irányba sem. És akkor nagyon klasszul elvitte mindig ezt a vitát egy nagyon éles pontig. Szerintem maga is megdöbbent, hogy milyen kegyetlen nagy bajvívás lett a dologból, és akkor felállt, és azt mondta, hogy jó, most elég, majd negyedikben megbeszéljük. És, nagyon. De, és még valamit. Én tudom, hogy utána, először is, ugye a kötelező olvasmányokat már direkt, már csak azért sem olvastuk, mert kötelező volt. Számtalan jó könyvet hagytunk ki így egyébként. És aztán én a katonaságban, ahol volt időm bőven, csak úgy faltam a könyveket, mert rájöttem, hogy kár volna elvesztegetni ezt az időt, akkor pontosan azokat a könyveket olvastam el, amiket ő iratott föl velünk annak idején. Látod, hogy mekkora pedagógiai érzéke van? De ez nekem is beszélgetés mondom, során is és lejött. Úgy is olvastam, hogy úgy is értettem, ahogy ő tanította nekünk érteni. Ez most úgy néz ki, mint az idős művész visszaemlékezése, könnyes, ilyen párás tekintettel beszél arról, hogy a tanárnénye mit tanított. Ezt most halálkomolyan mondom. És érdekes. Nem is neki, én ezt magamnak tartozom az, hogy ezt elmondja. Azért érdekes, hogy ezt mondod, mert először is azt mondta, amikor megkérdeztem, hogy melyik volt a te kedvenc tantárgyad. Nem az irodalmat említette, hanem a történelmet. De most térjünk át egy másik dologra, amit még ki szeretnék emelni, hogy az ő szavában él valami happeningben tudna téged elképzelni, ami valamiről szól, a rendezői vénádat vélte felfedezni. Ezt többen mondták, akkor is, ha kivágtuk, de ezek szerint te tendálsz egy ilyen irányba, nem? A rendezői bénám. Azért van ez talán, mert én azt elhiszem magamnak, elhiszek magamnak egy csomó mindent. Elhiszem magamnak azt, hogy van egyrészt egy, mondjuk úgy, egy énem, amelyik alkot, egyszerűsítve alkotói én. És egyszer van egy ilyen racionális énem, amelyik szervez, vadul szervez, és átlátja, igyekszik átlátni a kaoszt, vagy egyáltalán azt, ami az ilyen kreatív műfajokkal jár. És valószínűleg ez is van, hogy én 16 éves koromban elhatároztam, hogy filmrendező leszek, és semmi más nem érdekel, csak a film, mert az egyszerre zene, ami akkor érdekelt, és mint látjuk, azért azóta is érdekel eléggé. Egyszerre játék, egyszerre írás, mert meg kell írni egy történetet, egyszerre dráma, egyszerre szervezés, racionáliskodás és főnökösködés is, meg festészet, és játék az idővel. És hát valószínűleg máig ez érdekel engem. Ez az, amit szerintem valaki polihisztorként fog majd mindjárt összefoglalni. Kíváncsi vagyok, hogy mennyire... Jaj, itt nézzük. Nézzük csak. Lákos, nem is tudom, hány lemezt elkészítettük a Bonanzával, hogy elkezdett gitározni, tanulni. Egy nagyon szimpatikus dolog volt, mert ő nem volt zenész, hangszeres zenész, csak énekelt. És azt a... Nem is tudom, hogy hány órát foglalkozott a zenekar ügyeivel minden nap, de emellett még vette a fáradtságot és hangszert vett a kezébe, és a nulláról indulva egy nagyon tisztességes és jó szintre föl tudta magát hozni, mint gitáros. És ez arra még jó volt, hogy számokat írt, számokat elkezdett otthon írni. És elhozta nekem megmutatni, és ugyanígy együtt átbeszéltük, hogy mi lenne, hogyha ő készíteni a szólólemezt. Nyilvánvalóan ezt úgy adta elő nekem, hogy mit szólnák hozzá. Az ő fejében természetesen már szerintem már előre az meg volt, hogy ez hol adja ki, hány példányba, és mi lesz a körítés az egész köré. Mert ő ezt mindig előre azért nagyon jó megállomódja és kitalálja. Nincs néha olyan itt a stúdióban, hogy átveszi teljesen az uralmat? Szóval szinte már úgy
bedobod a hátra a fotelba, és ő tologatja a gombokat? Nem, ilyen nincs. Nagyon sok mindent. Lákos, ismerem őt, biztos keverne is. Lehet, hogy most így elmondom nekik, Ákos, nyugodtan keverjék. Mert ő ilyen, tényleg egy ilyen polihisztor típusú ember, aki úgy akarja az életét leélni, hogy az égvilágon mindent kipróbál, és mindent próbál 100%-osan csinálni, és ezt baromira tudom benne becsülni, hogy az valaki ennyire hajt, és ennyire tehetséges általában mindenhez. És nem is lehet az Ákost úgy kezelni, hogy most milyen, sokszor kérdezik, hogy milyen énekes az Ákos, meg milyen zenész. Szóval, hogy mondjam, ha valaki ennyire tudja magát menedzselni, és ennyi mindent, és ennyire összehangolva tud működtetni, értelmezett most a saját projektjét, akkor azt nem lehet csak így kivenni ebből a kis szeletet, és akkor azt elemezni. Ez az egész összetartozik, mert nyilvánvalóan vannak sokkal jobb énekesek nála, de így összességében sokkal többre tartom az Ákost azzal együtt, hogy lehet, hogy nem annyira jó énekes, mint akárki, most XY, de ez az erős egyéniség, ez amikor fölmegy a színpadra, akkor is annyira lesüt róla. Most volt a Budapest Sportcsarnokban az Ákos koncert, most nem tudom, 8:10, 10 perckor, amikor fölmentünk a színpadra, és lekapcsolták a lámpákat a buli kezdéskor, akkor 15 000 ember úgy elkezdett sikítani, hogy olyan hangerő és olyan szeretet áradt a közönségtől a színpad felé, hogy ez megcsapja az embert, majdnem leessem a dob mögül, kacsonyrat a művészet más területei felé is, nem tudom, esetleg ilyen színészi ambíciói is vannak. Ezt igazából ő tudja, de azért a gyakorlat az mutatja, hogy idősebb korában is van szerintem keresni valója ennek a műfaj, már zenészeknek ebben a műfaj belül is. Nyilvánvaló azért a zenét úgy kell alakítani, hogy ez később is a vele együtt felnövő korosztálynak, vagy éppen akkor fiataloknak mondjon, legyen valamilyen üzenete, amit tőle elhisznek. Hogyha ez meg lesz, és ez a töltés benne lesz a zenében, akkor élete végéig zenész lehet. Beszélj meg valamit. Ti egy jó napot akartatok nekem szerezni. Ez sikerült, ugye sokszor azon nyavajgok, hogy nekem nincsenek mesterek az életemben, mert hogy én nem nagyon hiszek a közösségi alkotásban, és hogy ez is török állandóan ilyen vezető szerepre, akár mint alkotó, akár mint szervező ember, és rájöttem ezeket a képeket nézve, hogy nekem igenis voltak mestereim, akik ilyen emberkét csináltak belőlem, akiknek szóval az arcomra van írva a nevük belülről. Én a Pétertől tanultam mindent a stúdióban. Én bementem a stúdióba az esélytlenek nyugalmával, és úgy éreztem, hogy kegyetlen jó felénekre van volt. Hát, tudom, hogy nagyon rövid időm van, hogy rövidre fogom fogni a történetet. Énekem Calypso, énekeltem, na, szevasz, tessék. Azt mondja Péter, jó, hát akkor most vegyük föl. Nem vetted föl az évszázad kalipszó éneklését? Meg vagy őrülve? Nem vettem föl, mert hamis. Ő az, aki mindig visszahoz a földre egy picit, ugye? Nagyon kemény pasi, és hihetetlen. Na most azt mondtad az előbb, hogy mi biztos egy jó napot akartunk neked szerezni. Megmondom őszintén... Most jön a fekete leves. Nem jön fekete leves, valahol alá tudom ezt támasztani. Egy nap alatt forgattuk le mind a négy alanyunkkal a beszélgetéseket, a rövid kis riportocskákat, és ledöbbentünk. Szóval azt mondtuk, hogy találjunk már valaki, aki rosszat mond az Ákosról. Nem mernek. De nem az, hogy nem mernek, hanem ami megdöbbentő volt. Nem tudom, mennyire figyelted, gyakorlatilag mindenki szinte hajszál pontosan ugyanúgy elemzett, jellemzett téged. Nem tudom, szóval gyakran remélem, hogy van bennem konzisztencia, van bennem folytonosság, folyamatosság, és ha ők ezt érzik bennem, az nagyon jó, mert hogy velük többségükkel vagyok napi kapcsolatban, és hát egymásra vagyunk utalva. Uh-huh. Most egyetlen egy kérdés még a vége felé. A színészi, illetve rendezői ambíciódat te is alátámasztottad, hogy valóban vannak ilyenek. Azt hiszem, hogy Péter volt az egyetlen, aki azt mondta, hogy igenis, hogyha te ezt így folytatod, ezt az evolúciót, a zenei evolúciót, akkor igenis idősebb korodban is van keresni valód a zenészek között. Te ezt hogy látod? Most az a helyzet, hogy én vagyok olyan orcátlan, hogy azt gondolom, hogy ha esetleg Isten ne adja rendezni kezdenék, vagy pedig a filmecskémmel foglalkozhatnék már,
valamilyen Krőzus kegyelméből. Én akkor is csinálnék azért lemezeket, mert sok zenei gondolatom maradt még. Ő nagyon optimistán látja az én zenei jövőmet, én sokkal borulátok vagyok, mert körülbelül 10 percenként érzem teljesen tehetségtelnek magamat, és hát valószínűleg ez az állandó kételkedés az, ami, vagy elégedetlenkedés az, ami engem működtet, szóval ez lehet a... Te önmagadnak nagy kritikusa vagy? Igen, véres kezű kritikusa. Nagy lángpallossal hadonászva próbálom írtani a rosszat a között, amit csinálok, meg magamban. Hát ha másra nem volt jó ez a beszélgetés ma hajnalban, akkor egyet elértünk, hogy Dorosmai Péter stúdiójában keveredsz. Köszönöm szépen, Péter. Nem, még egyet elértél, egy nagyon-nagyon boldog emberül veled szemben. És ez az a beszélgetés, amiről úgy érzem, hogy ez tényleg még akár 3 órán keresztül is mehetett volna tovább. Nagyon szépen köszönöm, hát sajnálom, hogy nem tudtunk teljességet törekedni, azt hiszem egy óra alatt nem is lehet. De megközelítettünk valamit, ugyanis ennek a szakmának, most megint ezt a szót használtam, az egyik hátulütője az, hogy örökké csak riportok vannak és beszélgetések nincsenek, ez pedig beszélgetés volt. Ezt meg én köszönöm. Köci Ákos, és sok sikert a nyári turnédhoz. Köszönöm. Kedves nézőink, ezennel bezárul a koktélbár. Most már csak egyetlen egy kötelességünk van, hogy stílszerűek maradjunk, és az utolsó pár csepp koktélt elfogyasztjuk. Köszönjük szépen, hogy velünk maradtak, májusban újra találkozunk. Csak egy furcsa, furcsa volt, úgy csak kis közhely, gyönyörű tök.